Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit erre a családiasra sikerült mese délutánunkon. Imád nagyon már, hogy a Borfesztivál első rendezvényeként megrendezzük a mese estet, ami most egy kicsit előrébb lett hozva, és inkább mese délutánnak mondható. És hát sokan ebben a szép időben a fürdőt választották, de akik itt vannak, azok mindnyáján szeretjük a mesét, és bízunk benne, hogy a televízió képernyője előtt is, akik ülnek, ők is ugyanolyan élvezettel fogják hallgatni a mesét, mint akik itt vagyunk. A mesemondás végigkíséri az életünket, mint ahogy most is látni fogjuk, hogy a legidősebbektől, Manci nénitől kezdve, és reméljük Irén néni is kedvet kap majd, és beszáll egy mesére, a legfiatalabbak itt mesélni fognak ma nekünk. Az első mesélőnk Kovács Sándorné Manci néni lesz, aki az idén a Kultúra lovagja címet megkapta, amihez gratulálni neki újonnan, és kívánjuk, hogy még nagyon sokáig ápolja a kultúrát, és most azt kérjük, hogy a népi kultúra terén mutassa meg nekünk, hogy mit tud ebben a szép környezetben, amit neki és a testvérének köszönhetünk elsősorban. Úgyhogy kérjük Manci nénit, hogy meséljen mindnyájunk örömére. Szeretettel köszöntjük mindenkit, aki eljött erre a mesedélutára. Hát először is ezt a Kisfalu Múzeumot mutatnám be, hogy hogy is jöttet létre. Ezért 1990-es években a tévében hirdették még, hogy Abarcolókon szeretnék összegyűjteni Magyarországnak az összes népviseletét. Hát én is meghallgattam ezt, hát én is bepályáztam oda. Mikor legyéntem Abarcolókra, egy tanárnőt tanáltam, aki elmondta, hogy hát hogy képzelte el az egészet, hogy Magyarországnak az összes népviseletét egy helyre szeretnék gyűjteni, Abarcolókon van olyan helység, ahol elférnek babák, okay. Babákot öltöttek, nekünk csak öltöztetni kellett. Én 9 babát öltöztettem oda, mert ki volt kötve, hogy kellett egy rendes családot öltöztetni, kellett a szülőköt, a gyerekeket, a menyecskét, a lányot, még a nagybamát, meg a nagypapákat. Ezt le is vittük, hogy a Barcelokra még mai napig is ott van. Azután gondolkoztam rajta, hogy hát mégis milyen másiban adtam én oda a népviseletét magunknak, még a saját magam falujának még nem csinálom, még azt hozzá fogtam én a babákat készíteni. Csak az volt a baj, hogy ott a Barcelokon a tanárnő nem mondhatta még senkinek se, hogy hol veszi a babákat, vagy hol készítik. Úgyhogy én kövesen a matyóházat mindent összejártam, mire még tudtam, hogy hát hol készítik ezeket a babákat, amit fel lehet öltöztetni. Hát végül is, aki ilyen mennyasszonyi koszorókot, még bokrétákot, még ezeket árulott a matyópajtánál, hát azt kérdeztem még, hogy hát nem tudja, hogy ki csinálja. Hát annyit mondott, hogy hát menjek be a 100 forintos boltba, azt kérdezem még a pénztárost, hogy csinálnak-e még ők babát. Azt bementem, hát ugye mint egy paraszt azt, hogy most nem ilyen a pénztáros keresné. Azért mit akarok venni? Mondom, hát az itt rúg, hogy minek hiák, vagy hogy hiák, mert ezt nem mondták még, csak hogy ez akkor babákat készíteni. Azt ugye mindjárt szóltak neki, jött az, hát úgy, hogy aztán elkészítették nekem ezt a 140 babát öltöztettem fel. Mikor legelőször mondta Bethozki Sándor volt a polgármester, azt mondtam neki, hogy hát szeretnék egy baba kiállítást csinálni a kultúrházba, hát hallani se akart róla. Szóval, hogy hát nem. Tehát akkor még nem volt csak 30, még egyetlen egy képünk volt az, ahol a házak vannak rajta. Ugye már mondtam a hugomnak, hogy hát fessél már valamit, ahonnan a summások elindulnak legalább. A első úgy se akart megcsinálni, de hát addig beszéltem azt neki, hogy hát mi is jár. Utána jöttek úgy az ötletik, azt akkor mindegy, sorozatosan minden népben szaporodott. Úgyhogy most már 104-ben van, már a falunak az egész népszokása, a népviseleti, még hogy éltek itt az emberek, mind van. De hát még mindig volna póklás, mert ugye még nem értünk el csak az 50-es évekig. Még az 50-es évek után is volt élet, ugye? Hát még azt nem sikerült még csinálni, mert még ezeknek is vannak híjai. Hát ezt szerettem volna bemutatni.
kezdtük a minden napokat a mesét, és most egy igazi népmese következik Manci néni előadásában, amit a néphagyomány útján a palócok hagytak ránk. Elmeséljünk a cigány még a palót. A cigány jön a határból, hazafele kapa a honnalat, odaér a templomból, hogy hát hallja, hogy a pap prédika. Bemegyünk a templomba. Hát a pap éppen azt prédikálta, hogy hát a jó Istennek olyan nagy a hatalma, hogyha akarja, még a kapa nyer is első. Nagyon tetszik a cigánynak a prédikáció. Hazament, az akkor reggel korán kérkelt. Fogta a kapanyelet a honnalat, kiment a határba. De hát a pap is kérkelt, mert ez mi vadászni ment. Mikor a pap odaér az akácoshoz, hát kiugrik a nyúl az akácoshoz. De a cigány is akkor ért oda. A pap kapta a puskáját, lelőtte a nyúlat, a cigány is oda elejtett. Azt mondja, plébános úr, ez most jól sikerült. Jó, hogy elmentem a templomba. Azt mondja, milyen cigány, csak nem gondolsz rá, hogy ti lelőtted le a nyúlat. Hát ki más? Hát mondta, hogy a jó Istennek olyan nagy a hatalma, akarja még a kapanyel is elsőt. Hát ráfogtam a kapanyelet, és rögtön felborult a nyúl. Na, ide figyelj, cigány. Hát látod, hogy itt van a puska vállamon. Hát ebben lőttem, hogy nem bánom, én plébános úr, akkor is enyém az anyu. Na, ide figyelj, cigány. Akkor sérti le a nyúl, sérd enyém. Hazaviszél, besüntetik a szakácsasszonyat, az aki a legszébbet álmodja az éjszaka, azért lesz a nyúlpaprikás. Na, hazamegyek mind a ketten. A cigány félkált korán hajnalban, vigyen a parukjára. Ahogy mit hát láss, hogy a konyha ablak még nyitva van. Bemint rajta. Láss, hogy a lábasban ott van a nyúlpaprika. Pillanálni a figyelőt, még kóstolj. Addig kóstolgatta, hogy mire kinyírat, mindjárt folyott. Egyszer nyílik az ajtó. Jön a pap. Cigány siet neki köszönni. Dicsítessék a Jézus Krisztus plébános úr. Na, cigány, mit álmodtál? Hát előbb mondja a tisztelendő úr, majd én utána. Na hát jó, én nem mondom, hogy mit álmodtam. Hát én az éjszakon nagyon szép virágos kertben jártam. Ahogy ott sétálok, egyszer csak szép éneklést hallok. Nézik az éjfelé, hát az angyalok szállnak lefele. És egy nagy hosszú létrát nyújtottak lefele. Szintigettek, hogy menjek. Fél a létrán. Én mindig félfele a létrán, félfele. No, látja, hogy plébános úr. Én még azt hittem, hogy maga nem jön vissza. Azt mind megittem a nyúlpaprikát. Ha a cigán nem eszi még a nyúlpaprikát, akkor azért beszélni szóval. Köszönjük szépen ezt a vidám mesét, és most egy kis fiú fog következni, aki a mezőnyárádi szépkiejtési versenyen mondta el ezt a mesét, és bízunk benne, hogy itt is ugyanolyan szépen fogja mondani. Márton Normi következik. A nyúl meg a tavaszi hó. Egyszer tavasz felé azt mondta a hó a nyúlnak, igen gyöngének érzem magam, azt felelte a nyúl. Alig, hanem olvadsz, az a bajod. Ó, de sajnállak, mennyire fáj a szívem érted, mennyit szaladgáltam rajta, jó meleg vackom volt alattad. Elrejtettél a róka elől, a farkas elől, fejem alja voltál, derék alja voltál, védelmezőm, oltalmazom. Fehér a bundám, te is fehér vagy, nem láttak meg rajtad üldözőim. Úgy sírt, hogy a hó is vele könnyezett. Mi is lesz velem nélküled? Sas elragadhat, róka elfoghat. Aztán gondolt egyet. Elmegyek én az erdő urához, megkérem szépen, kegyelmezzem meg neked, ne olvasszon el. El is iramodott, meghajolt az erdő ura előtt, úgy kérte szép szóval, hagyja meg a havat. Közben kisütött a nap, egyre erősebben melengette a földet, roskadt a hó, zsugorodott, megáradtak az erek patakok, megcsordultak a jeges hegyek.
Nézte a nyúl, mély keservesebb sírásra fakadt. Azt mondta neki az erdő ura, a nap hatalmasabb nálam, nem tudok vele versenyezni. A havat nem tudom itt marasztalni, de adok neked szép szürke barna bundát a fehér helyett. Abban elrejtőzhetsz nyáron, erdőn mezőn, száraz levelek közt, s nem bánt se róka, se farkas, se vagoly. Megvigasztalódott a nyúl, felvette mindjárt az újdonat új bundát, azóta is két bundát hord a nyúl, télen fehéret, tavasztól őszi, meg barnás szürkét. Köszönjük szépen Norbinak a mesét, és most már tudjuk, hogy miért van fehér és szürke nyúl. A következő mesemondónk egy olyan kislány lesz, bocsánat, nagylány, aki már nagyon sok tapasztalatot szerzett mesemondás és dramatizálás terén, de ezt a mesét, amit most fog elmondani, ezt kifejezetten erre az alkalomra tanulta. Következik Kósanna. A pletykás asszonyok valós népmese. Hát az egyik faluban élt egy favágó. No, az kiment az erdőre fát vágni, egyszer hazafelé menet, bement a kocsmába. Ott azt mondják neki az emberek, a koma, a sógor, szomszéd. De Jankó, tudod-e, hogy a te feleséged egy olyan pletykás asszony, hogy még a környéken sincs olyan, de még a faluban egyáltalán nincs olyan pletykás? Jankóhoz azt mondja, ide figyeljetek emberek, azt az én feleségem egyedül pletykás, csak a tietek nem pletykás? Nem, bizony. Úgy megpártolta minden ember a feleségét, mint annak a rendje. No, ide figyeljetek, emberek, én egy nap alatt be fogom bizonyítani, hogy az egész forró asszonya egy forró pletykás. No, szeretnék mi azt látni? Na, fogadjunk egy liter borba. Fogadtak is egy liter borba, hogy hónap estére bebizonyítja, hogy az egész forró asszonya egy forró pletykás. Este Jankó hazament, egy szót se szólt a feleségének, később csekkben lefeküdte. Reggel kell fel az asszony, megy ki, eteti az állatokat. Jankó ez idő alatt bevitt egy tojást a dunna alá. Megy be az asszony, Jankó az ágyban. Te Jankó, veszett teremtette a fajtának, hát még most is abba az ágyba gubbasztasz te. Már a hasadra süt a nap, társaid már rég elmentek az erdőre, már nem éred őket utol. Jankó azt mondja. Jaj, asszony, olyan dolog történt velem az éjszaka, hogy én máma nem mertek ki az erdőre dolgozni. Nyök ki már, hogy mi bajod abba az ágyba. Jaj, asszony, kiveszi a tojást, mondja. Ezt szóltam az éjszaka-e? Hű, hallod ember, de el ne plegykázz senkinek. Dehogy mondom. Hát már mióta a feleséged vagyok, sose nem plegykáztam. A világért sem mondom meg senkinek. Megy ki az asszony a konyhába, teli vödörrel a kezében. Gondolja magában, hát ezt már mégis el kell mondani valakinek. Öntözgeti ki a vizet lábasokba, serpenyőkbe, mindenekben. Kiöntözte a vizet, veszi a karjára az üres vödröt, megy ki, néz az egyik szomszédhoz is, a másik szomszédhoz is. Hát az egyik szomszédból éppen csak jön az asszony. Te Mari, te! Gyere csak ide, akabuho, mondok neked valamit. Mit, te? Jaj, milyen dolog történt nálunk az éjszaka? Micsoda? Jankó, tojt. Mit csinált? Tojt. Hát azt mit? Rendes tojást, tyúk tojást. Hát azt mennyi? Egyet. Nem ennyi igaz. Jaj, szomszédasszony, csak el ne árulj senkinek, mert ha Jankó megtudja, akkor engem agyon vág. Dehogy mondom. Hát ugye milyen jó koma asszonyok voltunk, mint sose nem plegykáztunk. Hát nem. Jaj, hát ezt már mégis el kell mondani valakinek, mondja magában a szomszédasszony. Bement a házba, felöltözködött, felvette a rusztikját, elindult a koma asszonyához a másik sorra. Már megy is, mondja is. Jaj, komám asszony, tudja, hogy milyen dolog történt ma a faluba? Dehogy tudom, micsoda? Jaj, sűrű Jankó, három tojást tojt. Tojást nem lehet az. De most sem, most mondja a felesége.
Jajka már az, hogy el nem mondja senkinek. Dehogy mondom. Hát milyen jó komaasszonyok voltunk, mink ugye sose nem plegykáztunk. Az is bement a házba, felvette a belinder fendőjét, el a másik sorra a nászasszonyához. Jaj, nászasszony, tudja, hogy milyen dolog történt ma a faluba? Dehogy tudom, még nem voltam máma sehol, nem hallottam semmit. Jaj, azt beszélik, hogy sűrű Jankó 6 tojást tojt. Hát ez így ment egész nap. Jankó már csak feküdt, gondolkozott, nem tudta, hogy mi van a plegykával. Alig várta már, hogy este bemásson a kocsmába. Este aztán felvette a nadrágot, kabátot, el a kocsmába. Ott rábámult az összes ember. Nézik ültet, s mondják. Jankó, hát te itt vagy? Itt? Hát hol kellene lennem? Azt beszélik, hogy te 100-at toltál, hogy 45 érce, meg 45 kakas lett. 10 meg, hogy bezápult. Ezt beszélik-e? Hát, ezt. Ide figyeljetek, cimberek, én egyet toltam huncutságból, de a többit a ti asszonyaitok hazudtak hozzá. Hát ide a liter bort. Ettek, ittak, jól mulattak. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. Köszönjük Annának a mesét, mint ahogy hallottuk, a palócok eszes napjairól szólt ez a mese, és most egy olyan történet következik, amit a mindennap szült. Móra Ferenc életéről jön egy jelenet, amit 3 lánya elő, Kovács Léna, Ócsai Kamilla és Konrád Tekla. A 3 lány részt vett egy versenyen, amit a megyei könyvtár hirdetett, és ennek a versenynek a keretében kellett nekik ezt a történetet megalkotni és előadni, és még nagyon sok feladat volt hozzá, és a lányok a 70 induló csapatból az előkelő második helyen végeztek, és jutalmuk egy nyári egyhetes Balatonon lesz. Hát kívánunk nekik nagyon szép időt és jó nyaralást, és most akkor kérem a 3 lányt, hogy adja elő a történetet. Szép karácsony, szép zsűjt fája, mondta, csak honnan jövett. Azt mondták, én azért nem köszönhettem fel a mennyei felőt, mert sejtítek. Engem meg túl nagynak találtak hozzá, bezzeg azt a kis tanyasi felkót kiválasztották. Igaz, a hangja olyan, mint az új kisasszonyké, de a juhály olyan jönnyös, mert sápadt az arca, hogy nem volt a félegyházi templomba. Én sokkal jobb lettem volna. Jártad, a nagyságos úr még a hintóra is felütette. Úgy bántak, nem mint egy új gyerekkel. Úgy, de hogy lehet, hogy ő mindig mindent tud? Nem is értem, hogy fél olyan sem tudom, hogy abba a kis fejébe. Ha bejön az osztályba, én úgy elgáncsolom, hogy legalább ő is egyszer hadd bukjon arra, ha már én 2-szer megtudtam. Mi is már jön is? Szervusztok! Mi lehet a lábad, Felkó? Talán áthajtott rajta az úri kocsikereket? Nem, de hogy csak olyan sokáig álltam a templomban az oltár mellett, hogy odafagyott a lábam a márványkorlátot. Néhány nem csak rongyosan mentél, hanem mezit láb is. Volt rajtam csizma, csak kicsit megkopott, tapatlanul. Nem hiszem, mutasd a talpad! Hű! Fáj? Már nem annyira, de amikor leemeltek a márványról, azt hittem parás sütögeti a lenyúzott talpa. Persze a doktor úr azt mondta, hogy majd magától begyógyul. Én már nem is irítem tőled azt a fényes dicsőséget. Én sem szeretnék lenyúzott talpa járni. Tudjátok, mire a nagy Isten napszemével ránk mosolyog, begyógyul a talpa. Ha akarjátok, nem sokára tudok veletek hétfői sárkányt elegetni. Persze csak, ha ti is akartok velem játszani. Én semmi sem szeretnék jobban, mint veled játszani. És te, Jancsika? Én nem szeretnék veled játszani. Tudom, sorsa lesz belőlem szolgabíró, de segíts nekem játékhelyet inkább kicsit tanulni, hogy legalább fel olyan okos legyek, mint te. Jó, kezdhetjük. Először is édesapám legbölcsebb gondolatát tanuljátok meg. Sose kívánj több földet, mint amennyit megbír szántani. Jó, már meg is jegyeztük. Sose kívánj több földet, mint amennyit megbír szántani.
nagyon tanulságos mindnyájunk számára. És akkor most következik Jankó Róbert, aki egy népmesét fog elmondani nekünk. A bugyuta ember népmese. Élt egyszer egy bugyuta ember. Ez olyan ember volt, hogy amit mondtak neki, mindent elhív. Amit rábíztak, mindent elfelejtett. Egy napon megházasodott. Éltek nagy boldogságban. Boldogságunk talán még most is tartana, ha a búzájuk el nem fogyott volna. Azt mondja neki a felesége, menj el a vásárba, nincsen lisztünk, vegyél egy véka búzát, utána öröltess meg, hogy kenyeret süthessünk. Ment a buta ember, de mindig azt hajtogatta, hogy el ne felejtse, egy véka búza, egy véka búza. Találkozik a szántó vetővel, aki rámordult. Hogy mondhatsz olyat, hogy egy véka búza? Három véka van az én földembe vetve, és más különben is. Így kell köszönni egy szántó vető embernek? Hát hogy köszönjek? Úgy, hogy az Isten áldja meg a munkájukat. Na jó, majd máskor úgy csinálom. Megy tovább. Az út szélén verekedik két ember, de nagyon. Oda megy mellé, leveszi a kalapját, az Isten áldja meg a munkájukat. Hogy mondhat olyat? Hát, hogy mondjam? Úgy, hogy az Isten választja szét magukat. Mikor megy tovább, egy esküvői menettel találkozik össze. Jönnek a kocsikon. Hadonászva énekelve, a mennyasszony a vőlegény a legelső kocsiban, elébb ugrik a szegény bugyuta ember. Az Isten válaszza szét magukat. Most esküdtünk meg, és már is hírt kívánsz. Hát, hogy mondjam, tetted volna a botodra a kalapot, aztán így húj, éljen esztél volna minket. Na jó, majd máskor úgy csinálom. Megy tovább, ott meg két mészáros, hajt vagy hat disznót a városból. A bugyuta ember a kalapjátán botra teszi, és rikongat nagyokat. Íj, húj! A mészárosok alig bírják hajtani a disznókat, mert hol erre, hol arra szaladnak. A nagy kiabálásra mind szétnyalnak. A bugyuta ember mind szétriasztotta. Eddig is elnásvángolták minden helyen, de itt kapta a legtöbbet. A buta ember ebből tanult volna, az én mesém is tovább tartott volna. És most a gyerekek után megkérjük Manci nénit, hogy még ajándékozzon meg minket egy mesével. Palóc népmese. A faluban élt egy asszony, akinek volt egy lány. De ez a lány olyan lusta volt, hogy semmit nem csinált. Hiába mondta neki az anyja, hogy fonjál már lányom egy hosszú orsóra. Azt se csinálta. Akkor várjál valamit. Azt se csinálta. Akkor szeljél. Azt se csinálta. Még ha a határba kimentek, ott meg csak kapálgatott is. De a házi munkában semmit nem csinált. Hát az anyja nagyon mérges lesz rá, elégíti a nagybeszélt, azt ütni kezdte a lányát. De a lány még kiszaladt az udvarra. Az udvarról ki az útra. Az anyja még utána azt ütti, mikor utalajtja, ahogy csak bírta a lányát. A szénben rájuk jött egy lovasszekér, rajta ült egy legény. Hát a legény nagyon lesz, hogy mit követhetett el ez a jár, hogy így üti az anyja. Még állott a szekérrel, mikor odaért. Édes néném, hát mit vétett ez a jár, hogy így üti? Az asszony egy, akkor egy kicsit gondolkozott, ha azt mondja, hogy lejjebb kell hagyni, mert nekünk még nősülés is lehet. Jaj, édes fia, hát ez a jár annyit dolgozik, azt mondja. Azért velem, hogy már ne dolgozzék annyit, mindegy csak. Ha az sokár veszem a kezébe, akkor várni akar. Hamarabb kiveszem a kezébe, akkor szelni akar.
A múltkor is két helyt itt volt beteg. Át kellett vinni matorvoshoz, már olyan beteg volt. Arra gondolkodott a legény, hogy ilyen dolgos asszunk kellni neki. Mert ma az ő anyja nagyon öreg. Hát este is, mint a Jánhó, elbeszélgettek, mert utána vagy két-háromszor elmint hozzá, az akkor nősülését belülé. Hát egy nagy lakodalma csaptak úgy, elvitte a Jánt magukhoz. Teltek a mélyesetek, az anyja most csak várt, hogy majd dolgozik valamit, de mindegy csak így van, karba téve a Jánnak a kezé. Azt mondja, hogy a fiának, én is fiam, már két heti, hogy itt van ez a minecske, mert semmit se csinált. Jaj, én csinám, hát majd, ha megismerkedik, akkor majd dolgozik. Nagyon dolgos Ján volt. Hát ne csak várt az anyja egy kicsit, de hát már megérzi, várj, hogy dolgozik a Ján, fél mint a padra, lehozott egy buzsajt, jó szőzt, ráköti a buzsajra, azt mondta a minecskének, hogy no kedvesém, este elmenjünk a Funóba, ide a szomszédba. Azt majd ott elbeszélgetünk, majd jobban múlik az idő. Nagyon megijedt a minecske, hogy most mindent, mert ő nem tud fonni. De nem szólt semmit. Elkapta az anyósától a buzsaját, azt mondta neki, hogy hát én nem menik az öreg, azt mondjuk, hogy csak a fiatalok minecskeik menik. Kiment az ajtón, bement a kertbe, azt lehetett a szénapogja tűnibe. A buzsaját mind magam elejtette. De ahogy ott feküdt, el is aludt. Egyszer csak rásütött a hangvilág, azt felébredt a minyecske. Hát mellette ült egy nagy fogú asszony, három foga lógott ki a szájából, olyan nagy fogai voltak, mint a fa villának. A minyecske nagyon megijedt, hogy mit keresett a drágasszony, mondta neki, hogy én is járjam, csak ti ne féljél. Nem bántulok én te egyedét? Az egyetemben segítsek nekik. Ti csak feküdjél vissza, majd én a három orsaudot megfonom. Úgy is volt. Megint visszabalkolt a minyecske, mire felébredt már az öreg azt, hogy ott si volt a nagy fogaival. Ő még kapta a buzsát, meg a három osat, azt ment hazafele. Hát éppen az anyós is akkor ért a pita rajtahol, mikor ő. Jaj, nagy boldogságban volt ott az anyós. Mert hát látta, hogy még van fonban a három osat tele van. Nagyon dicsérti azt a minyecskét, hogy látod, hogy milyen ügyes vagy, hogy tudod te fonni. Na, másik este is elmég. Akkor már nagyobb buzsajat kötött neki az anyós. Négy osót és rá, nem harmat. Az akkor, mikor kiment megint az ajtón, megint a kárba, mint a szélnebogja tövébe. Ott megint lefekült, magam elejtette a buzsajat, megint, mint a nagyfogó azt, hogy mondta, hogy most hárman jövünk, jön a két nővérem is. Azt mondja, hogy de csak nyugodtan feküdjél, majd mint mit segítünk tegyedet, meg fogjuk mind a négy osót. Úgy is volt. A minyecske jól szundított a szélnebogja tövébe, a három öreg a szövébe fonta neki a fonat. Az egyiknek olyan nagy színű volt, mint a félüklő. Úgy ki volt már neki dudorodva. Másiknak még olyan nagy feneki volt, mint egy sütőlapás. Mikor felébredt, hogy nagyon megijedtél, mondta nekik, hogy hát de nem tudod egy kitetni, amiért segítenek neki. Mondták, hogy nem is kell kizetni ezért. Csak annyit higgyék még, hogy hívja még őket a vasárnapi ebédre. Hát azt még ígérte a minyecske. Mikor megy haza, az anyós is akkor ért haza, össze-vissza csókolgatta a minyecskét, hogy milyen ügyes vagy, hogy milyen széket fontál, hogy minden egész sokáig fontál. No, de ugye péntek volt, már szombaton nem kellett menni a fonóba, azt akkor már készültek a vasárnapi ebédhez. Ahogy készülőnek, azt mondja a minyecske az anyósának, hogy anyám, rossz vagy. Van nekem három nagynéném. Még hittem őket a vasárnapi ebéd, de hát baj én. De hogy baj, hogy van a baj, legalább még ismerik őket. Azt mondja az anyós, hogy hát az hova balog? Azt mondja, Galgóci. Jó, vasárnap ugye elkészítették az asztalán, megszólal a harang, leült a fiatalember az asztalhoz, hogy ebédjenek, de nyílott az ajtó. Mint a három furcsa ábrázatú asszony befele. Az ember úgy megijedt, hogy még a kanál is kiesett a kezéből. Hát maga honnan jönnek ilyen furcsa ábrázatúan? De akkor is üljönek le, azt ebédjenek már még. Üljönek mindjárt az asszony, amikor megitték a levest, hát azt mondja a nagyfogó asszony.
hogy tudod, én édes fiam, miért van nekem ilyen három nagy hosszú fogam, mint a Pavillának a fogai? Mert annyi csepűt rágtam a pozdérbát, hogy így minnyeltek, a többi még mind kihullod. Az ember még ilyet hallod, itt azt mondja. Azt mondja, hogy nagy bálnok, és hogy hallom bizony. Akkor mi szólal a másik is, akinek ki van gyűlöltve a szemű? Azt mondja, hogy az első még azért van ki gyűlöltve ilyen nagyon, hogy éjszaka még a halvilágnál is vartam. Hallod-e azt mondja? Hallom bizony. Harmadik mondja, neki még azért van olyan nagy feneke, mint a sütélapás, hogy sokat ültem az észváltánál. Azt mondja, hogy erre megint az ember. No, azt mondja, hogy jól megfigyelted én. Nekem se nem kóc, se nem barsz, se nem szőz, szőjön az anyám, mert ő már öreg. Nekem őnéki már nem baj, ha nem szép is, mert ő annyira szereti a feleségét, hogy ő azt akarja, hogy mindig olyan szép asszony legyen. Hát, hogy azt mindig nem dolgozott az asszony, ezt én sem tudom. Mert még azóta is élnek, amíg nem voltak. Köszönjük szépen Mancinének a mesét, és hát ahogy láttuk, meg hallottuk, mindenkit jókedvűre derített. Bízunk benne, hogy a televízió előtt ülők is ugyanúgy fognak ezeken a meséken derülni, mint ahogy mi derültünk. És mindenkinek kívánok az elkövetkező hetekbe nagyon kellemes időtöltést itt Bogácson, és természetesen az itt levőkre pedig nagyon kellemes nyarat, időtöltést, feltöltődést a nyárra. Még köszönjük szépen, hogy itt voltak, és részt vettek ezen a meseesten. A gyerekeknek külön köszönjük a meséket, és Manci néninek is. Köszönjük.